bárki más. Veszélybe kerültek a lakodalmak a koronavírus járvány miatt. A párok általában a nagynap előtt egy évvel kezdik szervezni az esküvőt, amely sok esetben idén csak máskor és máshogy valósulhat meg. Egy hét körülbelül eltelt, mikor kipattant az igazi vírus helyzet itt Magyarországon. Körülbelül egy hétig még reménykedtek szerintem a párok abban, hogy akár a saját esküvőiket, lagziaikat meg tudják tartani, de ugye még nem voltunk akkor igazából benne az esküvői szezonban, viszont áprilisra, májusra azért már jó néhány pár gondolkodott esküvőben, lagziban. Na most ezek szinte biztos, hogy idén nem lesznek megtartva, és azt gondolom, hogy a június-júliusi esküvők is ilyen szempontból veszélyben vannak. A ceremóniamester online elmondta, vannak olyan párok, akik az eredeti időponthoz képest egy évvel halasztják el a nagynapot, de legtöbben még idén megtartanák az esküvőjüket. Én azt tapasztalom, hogy leginkább a jegyes párok azt a megoldást választják, vagy keresik, hogy azért szeretnék megtartani az esküvőiket, továbbra is szeretik egymást nyilván, és igyekeznek őszi, de akár téli időpontra is áttolni, áttenni az esküvőket. Legalábbis az én ügyfélkörömben nagyon sok ilyen telefon érkezett, és főként szeptemberi, októberi, de még novemberi, decemberi időpontokat is kérdeztek tőlem, hogy nekem az megfelele. Kajetán Jácint fotósnál a márciusi, áprilisi és májusi esküvőket érintette először a járvány. Most igyekszik minden párral új időpontot találni. Minden szolgáltató azért próbál az ügyben lépni, tenni annak érdekében, hogy a már meglévő szerződéseket, a már meglévő párokkal egy olyan időpontra módosítsa, ami lehetőség szerint mindenkinek megfelel, de az elmaradó esküvők és a pillanatnyi bevétel kiesése az nagyon komoly lavinát is elindíthat akár, mert ugye jellemzően ebben az ágazatban tavasztól őszig tart a szezon, télen a fejlesztések időszaka van, és hát a tavasszal mielőtt elkezdődik a szezon, nem annyira állnak jól a szolgáltatók zöme anyagilag, ugye abban reménykednek, hogy majd a április-májusban induló szezonban minden a helyére áll, tehát a szolgáltatók nagy része fejlesztésekre költött, és emiatt egy kicsit nehéz. Valamilyen gazdasági segítségben bíznak ebben a nehéz helyzetben, mondta Kajetán Jácint. Emiatt is fontos lenne akár az, hogy a kormány a gazdaságvédelmi akcióterv keretében akár egy következő hullámban gondoljon a fotós, az egyéb szolgáltatókra, mert azért egy pár szegmenst már érintett az előadó művészetet értem ez alatt, például ott már hoztak olyan kedvező döntéseket, amivel segítik a vállalkozókat. A szűk körű esküvőket a jelen helyzetben meg lehet tartani, de a párok nagy része a már eltervezett, nagyobb eseményt szeretné. A koronavírus járvány miatt ezt azonban leghamarabb csak őszi vagy téli időpontban remélhetik.